Cibor Zoltán egykori olimpiai labdarúgó világbajnok ezüstérmes futballista emléke előtt tisztelgett a város önkormányzata és a sporthagyományokat őrző kerekasztal. A komáromi díszpolgár 1997. szeptember 1-én, 20 évvel ezelőtt hunyt el. Az aranycsapat tagja Cibor Zoltán a zseniális ördöngös balszélső, a rongylábú, vagy a bolond, ahogy társai szólították, mély nyomot hagyott Komárom városában, mely emléknappal rótta le tiszteletét a neves labdarúgó előtt. A komáromi sporthagyományokat őrző kerekasztal megalakulása óta sokféleképpen igyekezett méltó módon emlékezni Cibor Zoltánról. Évről évre szerveznek visszatérő utánpótlás labdarúgó tornát olyan neves csapatokkal, melyek szorosan kötődtek Zoli bácsi életéhez, valamint minden évben téli teremtorna szervezésével is igyekeznek az utánpótláskorú labdarúgókat is emlékeztetni az egyik legsikeresebb magyar focistára. Vörösházi Tibor, a sporthagyományokat őrző kerekasztal vezetője a komáromi temetőben, Cibor Zoltán sírja mellett köszöntötte a megemlékezőket, köztük Mester Emilné Cibor Zsuzsannát, Cibor Zoltán testvérét, dr. Molnár Attillát, Komáromváros polgármesterét, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei igazgatóságának elnökségi tagját, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei igazgatóságának további tisztségviselőit, így Horváth Gyulát is, és a városi labdarúgó egyesületek vezetőit, edzőit, játékosait, testnevelőit és a sportbarátokat. A megemlékezés temetői istentisztelettel folytatódott, Máté László református esperes szolgálatával, majd a jelenlévők elhelyezték a sírnál az emlékezés virágait, koszorúit. Az emléknap ezt követően az Árpád utcában található Cibor emléktáblánál folytatódott, ahol Horváth Gyula, Komáromváros Pro-Urbe díjasa, Cibor Zoltán egykori jó barátja mondott multidéző beszédet. Az élet az kifürkészhetetlen, szokta mondani Cibor Zoltán. Neki köszönhetem azt, hogy az öt élő legenda Cibor Zoltánnal együtt, Puskás Ferenc, Grosics Gyula, Buzánszky Jenő és Grosics Gyula családi házam otthonába láthattam őket vendégül. Mindig azt mondta, hogy soha ne legyetek megelégedve. Sajnos őt az élet elszorította, 1956 forradalma. Először az AS Rómához került, majd a Barcelonánál futott be csodálatos pályát. Beszélgetésünk alkalmával mindig azt szokta mondani, amikor a világbajnokságot elvesztettük a svájci stadionba, akkor sírva fakadt. Ugyanazban a stadionban játszott a Barcelona a mostani BL döntőt, akkor még Európa bajnokok döntőinek nevezték, a Benfica ellen, és ugyanolyan eredmény született, hogy 3-2-re kapott ki a Barcelona, és akkor azt mondta Cibor Zoltán, hogy míg a világbajnokságon sírva fakadtam, annyira fájt, ezen a mérkőzésen már csak nevetni tudtam. 27 év után került haza, minden vágya az volt, hogy Komáromba lejjen otthonra, hiszen ez volt az otthona. 1983-ban Bocsák könyvében meg is jegyzi, biztos olvastátok Kocsis Cibor könyvét, amikor a szerzőnek azt mondja, papi, mert úgy szólította, akkor szóljál, hogyha a vasutas azt mondja, Komárom állomás következik. Hogy letérdelhessek szüleim sírjához, kimenjek a temetőbe, és bocsánatot kérjek tőlük. Nem Cibor Zoltánnak kellett volna bocsánatot kérni, hanem mindenkori hatalomnak. Nagyon kevesen tudják napjainkban, hogy ők katona szökevényként tartották számon Puskás Ferencet, Kocsis Sándort és Cibor Zoltánt, és távol létükben őket halálra ítélték. Soha nem volt megalkuvó, nem volt Zoltán opportunista. Csodálatos karriert futott be Barcelonába, és két évvel ezelőtt jelent meg az UEFA és FIFA által kiadott közlemény, mely szerint a világ 10 legjobb balszélsőjének tartották számon az elmúlt 100 évben. Büszkék lehetünk rá. Halálakor megígértük, megfogadtuk, hogy emlékét megőrizzük. Úgy gondolom, hogy ez a mai napig megtörtént. Horváth Gyula szavait Bozori Péter, a komáromi Petőfi Sándor általános iskola 8. osztályos tanulójának szavai követték. Megtértél utazó az útról, sajnos 20 éve már. De az évek bárhogy múlnak, nem hunyt ki fényed, ránk találsz. Lendült a láb, a labda repült, téged a szélen talált. Ti voltatok egy ország öröme, hite, ahogy előttetek feküdt a világ.
Igaz volt a tűz, az érzés, de sajnos lelketek a labdával együtt az égbe szállt. Tengermély, ha bármit elnyel, örökké fogva tartaná. Múltunk elsüllyedt világ, csak fényed ragyog át az évek kristályfalán. Néha ránk mosolyogsz egy képről, végre félelem nélkül élsz, sosem rémít már a holnap, megláttad Isten, boldog vagy. Néha hív egy hang a múltból, s egy város gondol rád, kinek lelket te adtál, ki most is téged vár. Az aranycsapat legendáját napjainkban az emlékek táplálják. Bozsik Péter, a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya, magyar bajnok edző, családi emlékei segítségével idézte meg édesapja, Bozsik József, az egykori csapattársának, Cibor Zoltán és az aranycsapat szellemi örökségét. A fiatalok már sóhajtanak egy nagyot, és azt mondják, hogy hát más volt az a futball annak idején, és töredelmesen be kell vallanom, hogy én kis Bozsikként, fiatalon, hát bizony elgondolkoztam néha, hogy lehet, hogy fűzős az a labda, vagy talán még kocka alakú is volt. Aztán, ahogy múltak az évek, és edző lettem, és úgy edzői szemmel megnéztem ezeket a régi archív felvételeket, 6-3-at lehetett talán a leginkább, hiszen abból maradt meg a leghosszabb felvétel. Hát bizony azért feltűnt, hogy nem futottak ezek a fiúk keveset annak idején sem. Érdekes volt látni, hogy Cibor Zoltán a balbek helyén szerel, majd néhány másodperc múlva a bal szélről bead. Tehát gyakorlatilag bejátszotta alapvonaltól alapvonalig azt a baloldalt. Majd aki azt gondolná, hogy a tükörszélső kifejezés az Ben Storck szüleménye vagy a mai világ hozta, hát annak úgy feleleveníteném, hogy Puskács öcsi legendás visszahúzós gólja, ugye az a jobb oldalról esett bal összekötőnk a jobb összekötőből rúgta, és aki a gólpaszt adta neki jobb oldalról, nem volt más, mint Cibor Zoltán. Úgyhogy azért érdemes átértékelni egy picit azokat az archív felvételeket, és elgondolkozni azon, hogy lehet, hogy ő belőlük most is világsztár lett volna, mert a labdához való viszonyuk, a játékhoz való szerelmük, vonzódásuk, és mindenek előtt talán az alázatuk, ahogy hozzáálltak ez a sportákhoz, az lehet, hogy predesztinálta volna őket ma is arra, hogy világklasszisok legyenek. Cibor Zoltán, a csapata, a hazája iránt mindig alázatos volt, és Bozsik Péter edző szerint egy nagyszerű magyar. 20 esztendő távlatából a neki szóló megemlékezés a szózat felcsendülésével zárult.